Jó, és most ide be kell írnom ezt? Generáltam egyen. Connect. Te megijedtem? Jézusom, de pixeles! Play as Shield Knight. Aj, nem látok semmit, annyira pixeles. Na. Közilucos. Le tudtam írni. Kellemes lift zene. Igen. Szia, YouTube! Kérdés, van PS4 kontroller a közeledben? Van. Van, de Csoro nagyon meg van tépázva, és nem én voltam. Volt egy nyár. Ugye minden nyáron jön át Inez Clown-nak a húga. És szokott a PS-en játszani. Volt egy alkalom, amikor úgy volt itt, hogy végig betegek voltunk Clown-val, és nem tudtunk csinálni semmit. És egy hétig feküdtünk konkrétan Clown-val egész nap, mert annyira betegek voltunk. És kijátszott az Inez valami 6 sztori játékot a PS-en. És azóta, vagy hát akkor a kontrollernek a joystickjairól teljesen lejött a borítás, amit játszott egy hét alatt. Jaj, kijátszott a Last of Us-t, és akkor emlékszem. Tiger, nagyon nagyon szépen köszönöm a 100 bitet, Balu, neked is az újabb 100 bitet, Moncsinak pedig nagyon szépen köszönöm a 2 szebb giftet, amit Havakaja és Boris kapott. Azt itt a Boris, nem is láttalak. Vagy lehet, hogy ettől függetlenül nincs itt, csak ő kapta. Nagyon szépen köszönöm a támogatásatokat, Balu, köszönöm az újabb 100 bitet, köszönöm szépen a hype-onatot, nagyon cukik vagytok. Köszönöm szépen, na gyorsan, tehát, Shield Knight, ez az én karakterem? I guess, ez egy pingvin? És itt lehet karaktereket választani? Shaum, Kiara, Alex, egy mesztelen, Ridley, Jeffrey, Lea, Buzz, Máj! Itt a heki mája. Ő nem, ez a jó mulánk. Magnus. Jó, legyünk Kiarával, mert ez hasonlít ránk a legjobban. Ez egy skin, úgy van, secret skins, petek, táncok, mi a... Csomó minden van. Ezek micsodák? Jajaj, rezgek. Ez mi? Alapjáraton így vagyok a játékban? Ilyen mozgással? Vagy nem tudom, hogy ezek micsodák. Nem mindegy, menjünk az alapra. Nagyon cuki, igen. Kimája. Ez egy sisakos lovag. Ja, bazd meg, tényleg, azt hittem, ez egy pingvin. Na jó, ne kérdezzétek. Ja, hogy ezek emótok. Jó. És akkor most... Dan, megvagyunk. Ott vagyok! Itt vannak azok, akik a játékot streamelik, I guess. Streaming. Kukoró stream chat games. Na, az kell nekem valami tutoriál. Ott vagyok! How to play. Ja, kell tutoriál, mert ez egyelőre nekem káoszos lesz. Boldog burgonya. Ki az a boldog burgonya? Várjatok, mit írtok a chatre? Én még nem is tudom. Ott vagytok! Hogy csináltátok? Úristen, ott vagytok, Pamunka, Yuki! Vágjátok a fát! Mi történik? Várjatok, mert én nem tudom, hogy mit kell csinálni. Hogy léptetek be? Jönnek, anya! Invázió! Korábban írták kamerának, bal oldalt van a helye. Közi Bence. Várjatok. Ez nagyon vicces, én nem is tudtam, hogy be kell írnotok, hogy kukoró. Ezt most együtt fogjuk kitapasztalni, mert direkt nem néztem utána, hogy ne legyen spoiler. Együtt kitapasztaljuk, hogy mit kell csinálni. Jó, na, szóval... Kukoró... Ja, itt van, hogy fekje tojárán, leave, subs and kukoró. Duel, tree, rock, dummy... Miri, nem jó a kamera? Lent. Ó, bal lent. Ja, bazd meg, itt van egy come here. De jó a játék, hogy így azt mondja, hogy csinált egy helyet a kamerának, ez mekkora jó.
Ráraktam magamat a parancsokra. Jó. Várjatok, mert egyelőre nekem is ismeretlen a játék, de azt írja, hogy ha chatre ilyeneket írtok, hogy run, akkor gondolom azzal tudtok futni. Fekete run. Akkor fekete leave, azzal ki tudtok lépni a játékból. Subs and Kukoro, ez nem tudom mit jelent, hogy csak a szabok tudják ezt írni. Hogy fekete duel, fekete tree, fekete olyan rock, fekete olyan dummy, és fekete olyan meditate. És én hogy... How to play controls? Ja, itt van. És én hogy mozgok? This is a just chatting training mode. Ja jó, ez pont azért van, hogy rájöjjünk, hogy mit hogy kell. Úgyhogy bocsi, ha valaki már tudja, és én noob vagyok, de együtt rájövünk. Szóval, this is a just chatting training mode, while you all gain XP... for your you and for the streamer, so you can unlock new skins. Okay, XP-t lehet szerezni, hogy új skineket unlockoljunk. Viewers who didn't chat in the last 15 minutes will be kicked due to inactivity. Aki az elmúlt 15 percben nem ír, azt mindig így kibannolja a játék. A játékból csak nyugi, hogy így kidobnak titeket. És akkor úgy tudtok csatlakozni, hogy ott a Máti! Úgy tudtok csatlakozni, hogy felkiáltolják Kukoro? De ez nem mindenki, nem? Hova mentek itt le? Tudom a képernyőt, de nem tudok csinálni semmit. Ja, és ott van, hogy next skin, és ott töltődik az XP. A Márk és a Yoshi egymással harcolnak, és én meg egy random emberrel. És itt a parton futkorásznak az emberek. És nekem is a chatre kell írnom, hogy mozogjak. Azt hiszem, hogy run. Aha, elkezdtem futni a parton. Én is. És eltűnünk. Hova megyünk? Körbe-körbe futunk a tó körül? Mi a pixeles vénk folyik itt? Szia, Henkike! Itt volt a Mája játékban, képzeld el. Jó. Mik ezek a dolgok itt? Jó, szerintem ez megtanította nekünk az alapokat, és ez ennyi, ez a training mód. Nem tudok futni. És itt vagyok. Ez csak ilyen végtelenbe való futás. És mit se... Duel? Ráálltam egy fára. Duel, mondjuk Dan... Be kell írni egy nevet szerintetek? Dan... Figyelj, oda megyek a Dan-Danhoz és megverem. Nem. Hova megyek? Yuki-val kezdtem el, akkor akivel a legközelebb állok, azzal kezdek el duelezni. Redeem skin. És ti is kaptok skint? Ja, hülye vagyok, nektek nincs se töltve a játék, csak olyan, olyan érzésem van, mint hogy itt lennétek egy játékba velem. Oké, kaptam egy rakunt. Na jó, aki utólag jött, mert látom, kérdezgetitek, hogy mi ez a játék. Bárki tud csatlakozni a chaten keresztül, szóval nem kell letölteni ezt a játékot. Benkött a kecske is. Elnézést, bocsánat, Dandan, te voltál ott éppen. Mi mindig itt vagyunk. És itt látjátok a parancsokat, hogy mikkel tudtok csatlakozni, de ez most csak egy ilyen tréning. Lassan állokkolunk egy skint. Igen. De ezt ti állokkoljátok nekem? Minél többen vagyunk, ha nem gyorsabban állokkolódik. Ez nagyon jó. Fekete Kukoro, hogy bekerül. Igen, köszi szépen, Alfanesz, hogy kiírtad. Az a baj, hogy így nehezen fogom látni a cseten. Hogyha valami fontosat írtok, de nem baj. Szedjetek ki a futó emberek közül. Hát életemben nem futottam, nem akarok futni a parton. Csoki. Igen, most indítok egy játékot, csak hogy kell kilépni innen? Main menü. Jó. Köszönöm nektek a skint. És akkor... Games, oké, itt is vagyunk. All games, ennyi játék van. The streamer must choose the right viewer, ez azt mondja, dungeon raid. The streamer must choose the right viewer at any given moment until all the enemies in the dungeon are defeated. Erre van valakinek ötlet, hogy melyik a legjobb játék? Mert én ugye nem játszottam még soha ezzel, szóval elfogadok tippeket. Második a kedvencem? Na nézzük, Color Blind Fluor, Fluorid 04. Floor game.
Find a color shown on the screen to survive the laser. Total victories, session victories. Hát ezzel még nem játszottunk. Oké, okay. És menjen. Max 250 player. Hát ez nekünk nagyon jó. A colorblind az egyik legjobb? Te hol játszottál ilyet, Patex? A Moncsinak volt ilyen? Adom. Egy-egy pillanat, egy kép, miért bárütt megtennék, visszarepülnék a múltba, darabokra szakadnék, molekulákra hasadnék, csak hogy láthassam a lelket. Nyomod már te is otthon. Jó, mindenki a másodikat írja, jó. Holnap minden ingyen van a spárban, ha be tudsz menni. Micsoda killer? Menjünk végig? Nem lesz rá időnk szerintem. Ice Blue Burnie és Anno VR Janinál. Na jó, let's go. És alul be lehetett volna állítani, hogy csak szabosok vagy ilyesmi. Jó, felkiáltójel Kukoró, írjátok be, hogyha szeretnétek csatlakozni, ugye nem muszáj, hogy meglegyen a játék, és hát hogy egyáltalán nem kell, hogy a játék meglegyen, hanem csak a chatre beírjátok, hogy felkiáltójel Kukoró. Itt bal felül látjátok egyébként a szót, és akkor látjátok, hogy itt spannoltak. 24-25 per 250 streamer, press space to start. Nekem is be kell csatlakoznom amúgy? Ez most nem tiszta. De én is beírom. Biztos, hogy biztos, mert most nem látta. Ott, aha, be kellett írnom, hogy ott legyek. Jó. Pasi lettem, tökös csaj vagyok. Annyi, hogy akinek megvan a játék, annak vannak bizonyos előnyei? Milyen előnyei, Patex? Spannold be magad, Méri. Jaj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 . Bocsi, hogyha valakinek nem látom a kommentjét, mert most, hogy ugye... izéket írtok, parancsokat, de megpróbálom kiszűrni a szememmel. Jó, 40-en vagyunk. Mit kell csinálni pontosan? Mi az, hogy felkiáltójel 1, felkiáltójel 20, számokat kell írni. How to play. Find the indicated color tone within the color gradient of the ground. If you stand in the wrong place, you will die. Jó helyre kell állni. Kapunk színeket, és el kell találni a pontos színt. Hogy hova álljunk. Ennél a játékmodnál például többször tudnak majd pozíciót váltani. Viewer commands. És ezekkel tudtok mozogni, hogy felkiáltója 1, felkiáltója 2, de még nem tudom, hogy. You have 40 másodperc to move to the column containing the color indicated in each round. Jó, én ezt még nem értem, de megnézzük, jó? Aztán majd kiderül. Kezdhetem? 42-en vagyunk. Space. Mi a fasz kell csinálni? Kiírt valamit a csendben. Find the color. Ez egy kék szín. Mi alapján írjátok, hogy... mi... honnan tudjátok? Jaj! Ne! Mi történik? Miért ír egy oda egy egyest? Úristen! Sírok! Jó, tehát 1, 2, 3, 4, 5. Csak ennyi az egész? Hát ez nem nehéz. Ó, és ők nem mentek sehova. És akkor a lézer nem ölt meg minket. Levágott valakit! Ki halt meg? Méri! Ne, beírtam folyton egy egyest! Nem értem, hogy... hogy 15. Ott van alul, igen, igen. Renike, téged vágott le? Hát de ezt egymásra el tudjuk nézni, hogy ez melyik. Húha, ez most megosztó. Valaki azt mondja, hogy egyes, valaki azt mondja, hogy kettes, valaki azt mondja, hogy hármas. De ez a kettes, nem? Tóth Balázs nem akar játszani, jó? Azt mondta, én csak itt fogok messzelenkedni, idefönt. Ez nagyon kis páncuki játék, tök jó, hogy így tudjátok. Hopp! Felébredt a Balázs. Amúgy nagyon sok idő van, ezt le kéne venni, nem? Ezt nem lehet levenni? Júj! De hát nem is kell pontosan eltanálni, mert életben hagyott mindenkit. Az is, aki egyes mondott kettes-hármas. Szerintem nem lehet ezt átváltoztatni. Na most próbálom nem nézni, hova mentek. Ez szerintem... a 14-es.
Húha, na ez már nehéz. Szerintetek is 14 legtöbb ember szerint. Ez már nehéz. Ezt amúgy Klauval kéne játszani, mindjárt szólok, csak telefonál. Hogy jöjjön ő is játszani, mert szerintem ő fullosan nem tudja a színeket. Van egy, van olyan, amikor mondom egy pólóra, hogy ez egy lila póló, és ő azt mondja, hogy ez egy bordó póló. Mondom. Júj! Na most pontosan kellett tudni, ez az a 14-es volt. Ez nagyon félelmetes, legyapta a lézer az embereket. És ez egy rendszer lesz. Imádom ezt a játékot, nagyon jó. Uff, próbálok nem nézni titeket, szerintem. Szerintem ez 16-os. Anya, benne bok még! Egyre nehezebb, aha. Csoki meggondolta magát! Azt mondja, ja, nem az, amit én látok? Szia, Roza! Szia, szia, köszönjük, hogy itt voltál! Pollen nagyon máshogy gondolja. Azta! Ez amúgy érdekes, hogy ki hogy gondolkodik. Viszlát, Pollen! Juhuhu! Eltaláltuk! Nagyon nice-os! Eddig mindegyiket eltaláltam. Itt nyilván az emberek hatnak egymásra, és próbálom nem nézni, hogy ti mire... Azt a rohadt! Szerintem ez 11-es. Júj! Lehet, hogy a 12-es. Ti nem úgy látjátok, hogy én? Baszki, de már nem módosítom. No, csak én látom ezt! Igen, valóban sötétebb, nem jó. Direkt nyomtam amúgy rossz számot, mert ugye én dolgozom. Aha. Nice. Nagyon durva, hogy így legyap minket. Azt a micsoda lassított felvétel. Mi történik? Vége? Vége! 80 érték túl! Máték! Nyó, gigi! Aha, és akkor így ki is írja a csetre. Kecske wins. Mi alapján nyert a kecske? Leggyorsabb volt? Harmadik vok? Ja, hogy lehet, van cset is. Ez nagyon jó volt. Na, mi még ilyen jó? Ez tetszett nagyon. Klau, nem telefonál, akkor őt is megkérem. The streamer must eliminate all the viewers before they corner him by growing plants. Én nem néztem, hogy mennyien lehet bejönni, csak ez nagyon tetszik, hogy engem kell, hogy megöljetek. És én most tudok így mozogni. Ja, és különbe kell újra lépnetek. 190-en lehet bent lenni. Fekete kukoró, úgy tudtok belépni. És én a VHS-ével tudok mozogni, és... nektek engem a sarokba kell szorítani a növényekkel. Fekete V, fekete A, fekete S. Tehát, mint hogyha ti is VASD-znétek, csak hát így be kell írogatni. Szia, Dávid! Ismét elérkeztünk egy újabb hónaphoz. Ó, nem 190-en lehet lenni, hanem 30-an, ne haragudjatok. Hát nagyon köszönöm, hogy meglettünk 30-an, most ide kevesebb lett. Nob ma 8 kis számomra, ez nagyon sokat jelent. És az, hogy a szülinapom hetén, az még egy plusz. Mikor lesz a szülinapod, Dávid? Szia, szia, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a 36. hónapot, azt a mindenit. Köszönöm ezt a hosszú támogatási időt, és a kedves szavakat is, mint mindig, nagyon cuki vagy, mi újság, Dávid. Boldog szülinapot! Ó, hétfőn volt! Boldog szülinapot utólag is. Igen, igen, bocsi, 30 ember lehet, úgyhogy már nem tudok becsatlakozni. Szia, Ecok! Igen, nem látjátok magatokat, azért, mert nem lehet már. Na, bocsánat, de akkor ezt gyorsan lenyomjuk. Nem tudom, hogy ezt hogy kell, elindítom, jó? És akkor elindítottam. Jaj! De nem is növényekkel, hanem ti jöttök el. Jaj! A csoki nagyon jön felém. És mi a... És ide jó, de hát én nekem nincs hova menekülni. Úristen, kicske! Tehát nem szabad gondolom, hogy elérjetek engem.
Oda le! De mi? Nagyon gyorsan! Mi? Való le! Mi történt? Nem tudom, de kaptam egy új skint! Viewers have cornered the streamer. Jó, de hát ez hogy lehet? Balú megölt? Igen! Oda mentem a Balúhoz, és elkapott! Ezt nem értem, ezt én is értettem, de nagyon vicces volt, ebben játszunk még egyet már. Restart. Hát konkrétan, ugye el kellett indulnatok Balú felém, de mivel... Jaj, és újra be kell csatlakoznatok. De tudod ölni a játékosokat? Ja, azt nem tudtam. Nem értettem, hogy hova kell bújnom. Balú, mivel nem mozgott, ezért oda bújtam, hogy ott biztonságban vagyok. De előre mozdult egyet, és meghaltam. Ennek a játéknak az a lényege, hogy neked le kell ütni az embereket, amíg lépkednek. Ó, hogy ne nőjenek növények, köszi Demator, és én hogy tudok? Ja, látom egyébként, itt írja, hogyha neked megvan a kukoró, mint játék, akkor gyorsabb a karaktered, és színes a neved. Szóval például Dematornak valószínűleg megvan a játék. Jó, és én hogy ütök? Közben kaptam egy új skint. Meg vagyunk 30-an. Space-szel. Jó. Már nem tudtok csatlakozni, meg vagyunk 30-an. Bocs. De majd kövibe. Na, kezdődhet. LD-t kiütjük. Megütöttem? Vagy mi van? De csak stunnoltam. LD nagyon gyors! Maradj! Jó, LD-t meghalt. Megöltem. Te is, Shinotenshi! Lutus, állj! Boldog burgony, állj! Palos, állj! Júj, Bence! Álljál meg, Bence! A Bence mit csinált? Pucska? Nem jó? Most mi van? Állj! Állj! Állj meg! Bence! Állj! Keki! Te is, Balú! Balú! Ne! Balú, hát megint a Balú ölt meg! Már megint a Balú! Hát nem hiszem el! Holnap, amúgy szokásosan délután, a címben benne van Black Sheep, 5-kor kezdjük. Ez nagyon vicces, toljunk már még egyet ebben, ez nagyon jó, szóval jól szó. Nyomod, Balú. Megint beírjátok, hogy fekete kukoró. És én azt sem tudom, mit csinálom. Most benn voltam? Nem tudom, nézzek a neveket. Fekete kukoró, itt tudtok csatlakozni. 20-an vagyunk, még 10 ember jöhet. Géphez ültem, hogy kinyírjalak. Köszönöm, igazán kedves töltek ki. Jó, ez nagyon félelmetes. De amíg 4 ember be tud csatlakozni. Na gyertek! Tíjjel, szedlek titeket! Rá mindig számított. Annyira próbáltam feléhez menni, hogy a chat már nem engedett még egy vét beírni. Lehetnek ilyen trükkök, hogy Ctrl-C, Ctrl-V, de igen, gondolom van egy ilyen protection. Na kezdjük, mert mint egy ilyen moderálás. Alfa, ne szállj! Bence, állj! Ecak, állj! Balú! A Balút kell kinyírni még az elején. Állj! Bence, állj! Van munka, minden... Oh, egyszerre kettő! De gyere ide, Heki! Hova mész? Heki! Miért oldalra mész? Nem tudtam a Hekit. Ilyenkor mi van veletek, amikor... biztonságba rakjátok magatokat, azt hogy csináljátok? Védekeztek valahogy? Az LD-n nagyon biztonságos játékos. Ne! Állj ki! LD! Júj, ne! Ne! Passz meg! Az LD nagyon jól játszott. Ezt hogy csináljátok, amikor így meg... csak nem nyomtok semmit, és megvárjátok, hogy elmenjek onnan? Nagyon nehéz. Igen, LD nyert. Jaj! Na jó, menjünk vissza a main menübe.
Ez nagyon vicces. Ha megállnak a növényben, akkor biciben vannak. Igen, nagyon... Nagyon profik voltatok. Bocsánat, alfenészéket kinyírták az elején. Na, mit ajánlatok még? Valami UFO-s. Try to isolate yourself everything to save your neighbors from contagion. Viewers must cross the frozen lake while avoiding sinking into the fragile ice. Ez jó, nem? Második sor, második játék. Második sor, második. Roleplay. Viewers must convince the streamer to let them enter his country. Ezt láttam, egy ilyen fél percet láttam ebből a Bencénél, azt hiszem. Igen, majdnem sikerült. Erre a jegesre nem emlékszem. Na, várjatok, nézzük meg először ezt. Szóval, viewers must convince the streamer to let them enter his country. Tehát van nekem egy országom, és nektek meg kell győzni engem, hogy beengedjelek titeket az országba. Regardless of what their passport says. Attól függetlenül, hogy az útleveletek mit mond. Jó, majd kiveszem ezt ki neked. Oké, ide mennyien jöhetnek? Hány ember? Írhatjátok, hogy felkiáltója kukoró. Jeges nem rémlik nektek? Akkor lehet, hogy új pálya, majd megnézzük. Na és akkor minden játékban más előnyt kapsz, ha megvan neked a kukoró játék. Itt azt írja, hogy ha megvan a játék, akkor ebben a módban viccesebb podgyászod lesz, vagy hát bőröndöd. Passport customization, és az útlevelednek van valami customizációja. Na, egyszer az első, akit erről el kell döntenem, hogy beléphet-e. Szia, engedjen be, kérem. Ennyi? Még egyéb hozzászólni valód, mielőtt kitiltalak örökre az országomból. Jó nővérke fog. Ja, mert azt írja, hogy nurse. Azt írja a passportja, hogy ő egy nővérke. Hát sajnálom, ez nem volt elég meggyőző, viszlát. Van elég nurse-om az országban. Na, sculptor. Pucska. Az mi? Szobrász? Aszkom. Na. Pucska, miért engedjek be? Jó napot, disznóvágásra jöttem. Ez egy vegán ország, viszlát. Sajnos nem engedhetjük be. Következő. Csoki, lifeguard. Ó, életmentő. Na, ez már tetszik. Remélem ilyen szexin fut, mint Pamela Anderson. Ön mit tud felhozni mentségére? Szia, egy szexi életmentő fiú vagyok, szükségetek van rám, azonnal jöhet, ezzel meggyőzött. Megvan az első emberünk az országunkban. Clown, na fogsz egy bohóc, az mindig jól jön, bohóc. Igen, ön mit tud ajánlani annak érdekében, hogy bevegyük az országunkba? Kattints az újságra és a passportra, Mari is több infót tudsz. Ó, bocsánat. Ezt elfelejtettem. Vagyis nem vettem észre. Country trends. Money has lost its value and it's now traded with hugs. Mi van? Üdvözletem, én egy állatszerető bohóc vagyok. Engedjen be, kérem, mert üldöznek. Ez nagyon jó roleplay. Magic and sorcery movements are pursued. Jó, ez igazából nem is olyan fontos, ezt meg... Ja, és itt ezt látom, hogy survival kit. Ja, hogy mi van nála? Van egy túlélési doboz nála, canister with strange, ezt nem is értem, syringes and hunting objects. Ilyen furcsa dolgok vannak nála, az nem probléma, és vannak vadászásra jó dolgok. Nekem nagyon tetszik, amit írt, és segítünk az elesetteken. Dick, tényleg. Segítünk az elesetteken, őt üldözik, úgyhogy beengedjük. Fecskendő? Furcsa fecskendő van nála? Még jobb. Na, pamunka. Window cleaner. Na, ablakokat tisztít. Szép napot. Menekülök a csődbe ment országomból, ahol bohócok a vezetők. Jó munkás emberke vagyunk. Rögtön tehát, hogy lehet, hogy a bohóc lesz a társa, és már őt a vonat elé dobja. Busz alá dobja. Lehet benne bízni. Unicorn horn van nála.
Tooth Hair Wand Battle Water. Nem tetszik az, hogy a bohócokat be akarja rántani. Sajnálom, viszlát. Ajaj, igen. Balu, egy rendőr. Gold Ingo van nála. Borjú nyomot, borjú nyomot. Nyomot van. Jöhet! Ja Istenem, ez nagyon jó. Kincső. Farm Inspector. Tools, Hunting Objects and Tablet. Jó. Kincső. Mit mondasz? Miért szeretnél az országom része lenni? Kincső egy farmos emberke. Tisztelt Marian! Marian! Egyen! Tisztelettel kérem, hogy engedjen be az országába, hasznos leszek, ígérem, téged foglak szolgálni életem végéig! Eltekintek az egyentől. Ez tetszett nekem? Bejöhet. Úristen, ez ilyen ego booster játék. Na, következő. Boldog Burgonya. Jó napot! Jó napot! Sex objectek vannak nála, menje! Nem is kell beszélgetni. Következő. Pollen. Egy újabb bohóc. Na most, hogyha kiírta azt, hogy bohócok elől fut, pamunka? Hogyha tényleg gonoszok a bohócok, és én beengedek ennyi bohócot, akkor mi lesz itt? Van nála a gitár, és egy véper. Jó napot, szórakoztató bohóc vagyok, és mondhatom, hogy pamunka 28 hazudik az országunkkal kapcsolatban. Jó. Elhiszem. Én egy hiszékeny ember vagyok. Na. Firefighter. Az nagyon jó. Tűzoltók, azok mindig kellenek. Jó napot, hölgyem. Ne tetszen... Mariel, ki ez? Petra. Ne tetszen elutasítani. Én egy kedves tűzoltó vagyok. Élek és segítek. Élek. Az mindig jól jön, hogyha élsz. Jöhet. Ez kurva jó. Ha van náluk mágikus lény, vagy annak része, ne engedd be. Miért? Social worker, Eskimo baby van nála, Diamond Jewelry and Guitar. Na, szoci! Ki ez? Bence, spanyol szociális munkás vagyok, és az apátok, engedj be, anyu! Azt megkérdezhetem, Bence, hogy önnél miért van egy Eskimo baba? Erre kérem válaszoljon. Mert ez kicsit... Ja, hogy itt van az újságban, hogy ne engedjek be olyan embert. Mert szültem. Az ön országában tudnak a... mondjuk férfiak is tudnak szülni. Ez mondjuk tény. Jó, hát ezzel nehezen tudok vitatkozni. A kisbabámmal engedj be! Ez micsoda ez a 3-1? Ez ami szavaz? A ti is tudtok szavazni? Hát ez nagyon vicces. Az a baj, hogy Bencében nehéz bízni. Aha, és a kisbaba miben tud hasznos lenni az országomban majd? Mert ugye a kisbabák még gyengék. Csóró Pineszki, ó gyerek! Röki. Szóval a kisbaba miben tud hasznos lenni, Bence úr? A gyerek boldogság? Ez elég fideszesen hangzik. Mondjuk nem nekem. Akkor ez egy nem tervezett terhesség volt, uram? Az országáért szülte? Ez elég fideszes hozzáállás, nem? Terveztem. Akkor ez kicsit ellentmondásos. Nem is tudom, hogy ilyen férfit beengedjek-e. Érted, szültem? Jöhet azonnal. Omega top 1 vagy a streamerek között, akik játszanak. Wow! Azt tudom, milyen skinje van neki. Szia uram, egy korsó sör és egy unikum lesz. Apró tartsa mag. Hát Lucusnak elég bunkesz kezdése volt. Ja, ez nem a pult! Ez nem az a pult! Hölgyem! Itt engedem be éppen az embereket az országomba. És így kezdi?
Az ország uralkodóját így kell megszólítani? De úgy látszom, nektek nem tetszik, 9 szavazat az igen. Miért szeretne az országomba jönni, Luca? Mexikóból jött egyébként, séf. Keys, kulcsok vannak nála. Computer and scary doll. Elnézést, felség. Azt megmondanál, Luca, hogy miért van magánál egy félelmetes baba? Hogy modernizáljam az adattárházakat? Azért van önnél egy félelmetes baba? Csak abban ezt akarja beengedni. Nem, már hárman. Félenek a toltól. Szóval, miért van önnél egy félelmetes baba? Ezt meg tudja mondani? Ezt Bence babájának hoztam. De hát Mexikó nagyon messze van onnan, ahonnan a Bence jött. Ez mégis most hogy lehetséges? Ajándék? Elnézést, de ön nagyon szesz nekem, Viszlát. Félelmetes babásokat nem engedünk be. Demontor! Fodrász! Szép kellemes napot kívánok, azért jöttem az országába, mert hallottam, nincs fodrászuk, és jöttem meggazdagodni. Vagyis, akarom mondani, megregulázni a rakoncátlan tincseket, és miért van nálam röplabda, mert ez a szerencse hozó... Ó, nem láttam. Jó, így kell ezt csinálni, látjátok? Előre megírta szépen, ja, a cseten is látom. A szerencse hozó talizmám, nom. És miért van... Várjál, mi az a... Miért van magánál egy román szobor? Mit tándékozik ön azzal csinálni a fodrászatában? Nem tudom, a GetInfo miért nem működik, sajnálom. Üzletbe dísznek. Jó. Átengedem. Levi. Boxer. Ő egy boxoló. Van nála pia, steel armor and battery-less flying broom. Hát jó napot kívánok, Levi. Hogy van? Miért szeretne országomban menni? És honnan van önnek repülő seprűje? És elvileg ezt nem szabad beengednem? Azt mondta a Heki. Magic and sorcery movements are pursued. Habár nincs benne elem, ezt elvileg el kéne utasítanom. Nem kapok semmit Levitől, semmilyen információt. Boszorkány! Jó napot, meleg vagyok, szóval instant a bejutás nekem. Ez mondjuk elég erős érve, ezzel nem is tudok sajnos mit tenni. Ugye... Nem a Máté, de a Mátétól, pont azt akartam mondani, hogy Mátétól tanult. Értem, viszont boszorkányokat nem engedhetünk be. Ön véletlenül nem egy... Köszönöm szépen, puszikó! Álljon, várjon! Ön véletlenül nem egy meleg boszorkány? Vagy mivel magyarázza, hogy van önnél egy repülőseprű? Lehet, csak bele akar ülni. Akkor ez akkor tényleg a Máté. Dehogy nem, minden meleg embert elvarázsolok. Szóval arra válaszolt, hogy ő valóban egy boszorkány. Sajnálom, de az országunk szabálya szerint nem engedhetek be egy varázslót sem, egy boszorkányt sem. Ezzel lehet, hogy homofób döntést hozok, de viszlát. Próbálkozzon a szomszéd országban, ami meleg boszorkány kedvelő ország. Festő, dandam. Van nála szóda, gyümölcs, counterfeit documents, nem tudom, valami dokumentek. Hova bob? Jó napot, modellt keresek az új képeimhez. Úgy gondolom, hogy ön a legjobb modell hozzá. Mert... Kecske! Azt a... Egy géniusz tudós. Herbicid, van nála valami ilyen gyógynövény. Handcuffs and blowgun with projectiles. Valami fegyver van nála, és...
Mi ez magyarul? Mi a handcuffs? Bilincs. Jó napot, azóta tanulok, mióta megszülettem, szóval ha kell, megmentettem az országod egy zombi apokalipszistől már, ha akarod. Ez nagyon tetszik, a zombi apokalipszis ellen mindig. És ha nem enged be maga rasszista... Nem tetszik így a fenyegetőzés, még nem is tudtam megszólalni, szóval itt rögtön fenyegetőzés történik. Azt meg tudnám magyarázni, hogy miért van magánál egy bilincs. Pedig elvarázsoltam volna mindenkit, sajnálom, Levi. Most amíg fut a játék, nekem nem tud becsatlakozni? Nem tudom, mert most nem én indítottam el, csak magától elindult. Tudományos célokra hivatkozom. Milyen tudományos célokra? Ja, mint lesz üres hely. Nagyon sokan lehetnek benne, nem tudom. Nem látom azt. Hát na, tudod. Nem tetszik, de legfőképpen a fenyegetőzés nem tetszett, úgyhogy sajnálom, kecske. Elutasítom. Visszatért, nem, a Patex. Astronauta. Arra mondjuk nem tudom, szükségünk van-e. Én jönni Európa hideg része. Euró. Járni már többször űr, de ez trauma nagyon, hogy nagyon függni vodka és gyanús fehér porok. De én lenni gazdag, híres és erős. Kell új ország. Fekete volga ütősz. Ez kurva jó. Mi van nála? Üveg, víz és egy alsó gatya. Jó napot kívánok, Patex úr. Honnan tudjam azt, hogy mivel ön egy astronauta, nem víz, vodka. Az amúgy nagyon jól jön, köszönöm szépen. Honnan tudhatom azt, Patex úr, hogy mivel ön egy astronauta és szeret kint az űrben utazgatni, nem fogja az országomat bármikor itt hagyni. It's a Russian stereotype. Fentebb rakom a blurb-ot. Én lenni megbízható, gyanús fekete lényt is pofosz fel. Tehát azt mondja, hogy mindenféle gyanús furcsa lénytől meg tudna minket védeni? Milyen eszközei vannak erre? A puszta keze? És annyira jó, hogy ott állnak sorba. Jól mondja, erős biceps és szőrös mellkas. Szőrös mellkas? Miért nem ezzel kezdett befele? Na, Renike. Mechanik. Oké, meg tud szerelni dolgokat. Gyümölcsfa van nála. És valami vallásos matrica? Vagy mi a stamp? És egy póló. Jó napot kívánok, Renike. Ázsiából jött, 1998-ban született. Miért szeretne bejutni az országunkba, Renike? Na látjátok, Patex tényleg roleplayezett. Aztán. Jó napot, én mindent megszerelek a hajón. Na jó, de ez csak odafele van ez a hajó. Ez egy 10 perces út, eddig nem fog elromlani a hajó. Az országom a szárazföldön van. Miket tud megszerelni? Na, Devatornak sikerült a Get Info. Gyere, Santa Claus from Mars, mi van? Mindent? Tömör. Nem túl beszélő. Kicsit szűkszavú a Renike mechanik, de girl power kell. Úgyhogy szeretjük az erős nőket, jöhet. Ez egy avokádó. Igen, de Matornak megvan a játék, és akkor így vannak plusz cuccaim. Na. Palos Sass. South Amerikából jött. Interpreter, az a fordító, ugye? Canister with strange syringes, carrots and lebrets. Azt a laboratóriumi patkányok vannak nála, meg
répa, ezt nem tudom, ez a canister with strange syringes, vagy ez volt a fecskendős, tud? Kezit csókolom, argentini spanyol tolmács lenni. A tolmács az nagyon jól jön, mert most mindenfelől jönnek a világból emberek. Mindenfelől jönnek emberek, mindenféle országból. Úgyhogy kellenek a fordítók. Milyen nyelveken tud? Mondjuk, mivel magyarul nem nagyon tudod, bár az lehet nem fog kelleni, magyar még nem volt itt. De kicsit törte az előbb a magyart, amikor minden... Minden is. Végül is az hasznos, jöhet. Fordító, ez jöhet. Na, Fox. Egy tűzoltó. Greco-román statue. Neki is egy ilyen szobra van. Christmas lights and boxing gloves. Ó. Oh. Kidobott a másik bohóc, el kellett rejtőznöm. Nála van az unikorn is szarv, ez nagyon veszélyes. Kérem segítsen, hogy megállítsam az országért, és Orb... Akarom mondani marihuana, akarom mondani Marianna. Szia, Kaci, a nagyon szépen köszönöm a 17. hónapot, azt a mindenit. Köszönöm szépen a szószámogatási időt. Igen, tehát azért van önnél Fox boxolókesztyű, mert hogy tud verekedni? A bohócok gonoszak. Igen, ezt hallottam, hogy a bohócok gonoszak. Ebben még nem vagyok biztos. Viszont azt láttam, utólag láttam... Igen, tud boxolni. Utólag láttam sajnos csak, hogy nem lehet bevinni mágikus dolgokat. És ugye az egyik... Akarom mondani, da! Valaki bevitt. Az egyik bohóc, vagy két bohóc is bevitt ilyen tárgyat. És sajnos nem tudom visszacsinálni. Úgyhogy ha önt beküldöm... Akkor meg tudja ezeket keresni? Fox, ezeket az embereket? Levadásza őket nekem? Elhozza elém? Mert akkor őket ki kéne az országba rúgni. Bezzeg szegény ablakmosó fejem ül a dutyiba. Nem a dutyiba, csak elutasítottam azt, hogy az országomba bejöjjön. Mi ez a bangom? De felgyújtani őt, mert a másik én lenni. Micsoda? Begyújtani őt, mert a másik él lenni. Miért mindenki orosz egyébként? Vagy hát a második. Sajnálom, de ez megtévesztő. Nem értem ezt a mondatot. Viszlát. Nem bízom önben. Killer egy író Ázsiából. Hú, ő már idősebb. 1966-ban született. Üdvözöllek, dicső lovak, szép a ruhát, szép a lovat, gyermekeknek írok regényeket, hogy elfogadják magukat és másokat. Mangákat is készítek, jól megy az isusz készítés, ja és meleg vagyok, maga nagyon csinos. Mehet. És most, hogy mi van nála, ez nagyon tetszett. Ecak, egy szobráz. Magnetic Mind, Unicorn Horn, üdvözlés, Sri Lanka utcáit szobraimmal díszítik. Szeretném maga csodálatos izmait is megörökíteni márványban, ha kell a kertbe is bedizájnolom, be is tudom cipelni, nagy izmok itt is. Nagy izmok itt is, görög szobrokat rólam mintázták. Ez nagyon tetszik, üdvözlöm, nagyon tetszik, nagyon szívesen felvenném. Egy problémám van. Miért van önnél mágneses csapda, unikornis szarv és nukleáris dolgok? Unikornis szarval faragok? Ez ilyen éles? És a másik kettőre mit mond? Mágneses csapdával kapom el a márványt. Szerintem nem biztos, hogy ez így fizikailag... Ez így jó? Gyanús? Igen, és az is gyanús, hogyha 1968-ban született, hogy lehet ön egy izmos öreg ember? Na jó, azt nem is öreg, igazából. Hány éves? 56. Nukleáris üzemű unikornis szarvas fúró kell. Ha? Hát, engem nem igazán győzött meg, uram. Sajnálom, nagyon-nagyon tetszett. Hát tudod, ez a szakma ezzel jön, sokat kell cipeket. Egy-egy magyarázat sajnos szerintem a fizikai alaptörvényeknek... Levegyem a pólót! Mert...
Barbie. Mi lesz így az országunkkal, úristen? Szóval, North America 1996, egy olimpikon, nem tudom miért így mondtam, glasses, totalitarian, uniform and underwear. Szia asszonyom, olcsón olimpiai aranyérmék érdeklik. Fő olimpiai sportágom a rúttánc meg a lovaglás. Rúttánc? Hűen szolgálnám és népszerűsíteném birodalmadat. Népszerű. Ön egy influencer? Egy olimpikon influencer? Egy celeb? Lehet, az is akarja. Na hát, de most ez milyen válasz? Hát ön már egy... Van sok követője valahol, vagy nincs? Ön egy influencer, vagy sem? Mi az, hogy népszerűsíteni tudja az országomat? Hogy? Mi az a totalitarian uniform? Hosszú Katinka után megérkezett perdülő Norbert. Totalitarian uniform is my... Mi van? Is my feet? Ön az én főnököm. Tenni azt, amit mondani. Venni sok követőt, vagy rabolni sok követőt. Értem. Tehát alapjáraton önnek nincs sok követője. Rabolni. Szeretem az elköteleződést. Csak így lehet influencerkedni. Ez az, venni kell a követőket. Rákényszeríteni az embereket arra, hogy kövessék egy oldalt. Ez így van. Heki! Retired demigod! Micsoda visszavonult isten, félisten? Van nála Christmas gift, animal costume and sealed box. Ez tényleg a Heki. Royal Palace-ból érkezett. Ő egy royal ember. Ő egy kékvérű, vagy hogy mondják ezt? Jó napot! Én nem vagyok idevalósi, én csak ide feljárok. A félistenek nyugdíjas találkozójára érkeztem egyenesen a királyi palotából. Tehát nem is szeretne ön maradni az országomban? És miért? Miért vissza találkozóra egy állati kosztümöt? És mi van a lezárt dobozban? Mert ez egy cosplayer találkozó is egyben. Aha. Hát enyém az ország, de ilyen találkozóról egyébként nem tudok, de majd utána nézek. És mi van a lezárt dobozban? Heki szereti az ilyen állatos játékokat? Mi? Heki furry confirm. A lezárt dobozban savanyított gyöngyhagyma van. Jöhet! Jöhet! Savanyított gyöngyhagyma a legfinomabb. Yashi, quantum physicist, collection of toys, arab clothing and machete. 2002-ben született. Jó napot, én egy quantum fizikus vagyok, Amerikából. Fiatalkorom, nagyon cikik vagytok, hogy előre megírtátok. Fiatalkorom ellenére nagyon hasznos lehetnék az ország a fejlődésében. Kifizikalizálok mindent is. Éljenek a muffinok for the queen of Muffinland. Azt ez nagyon tetszik. Amúgy jó, ez tetszik nekem. Az lenne a kérdésem, hogy miért van önnél, ha ön egy fizikus, mi szüksége van egy macsetére? Szentom, mi pamunkat, de köszi szépen, majd megnézem. Egy dzsungelen keresztül jöttem, elnézést. Tehát, hogyha azt kérem öntől, hogy váljon meg ettől a macsitétől, akkor megválna? Hobbi gyűjtő. Most is meg kell brájbolni. Amit a Queen of Muffinland kíván. Szeretem ezt a vonalat, amin elindultunk. Ez az bókok és behódolás. Gyere! Ahaj, de cuki, ez egy avokádó. Santa Claus Demator a Marsról érkezett. Taser. Computer and Metal Pick. Van nála egy... Mi ez a taser? Sokkoló. Ho-ho-ho, drága Mária. Nemrég hallottam, hogy jó kislány voltál. Jó, jól tartottam.
és jöttem az országba ajándékot osztani a népének. Miért vagyok avokádó? Mert ez az álcám, hogy meglepjem a gyerekeket. És miért pont Marsról jöttem? Nem, nem azért, mert egy földön kívüli meleg gyerekeket evő idegen légy vagyok. Á, nem! És bocsánat, hogy a dokkon végig hordtam a marsi homokot. Ez hülye. Igazából... Végig ezt gondoltam, hogy ön egy marsrakó, aki embereket eszik, de most szerencsére, hogy elmondta, hogy az, mert hogy nem az, most, hogy elmondta, hogy nem az, hiszek önnek, és megnyugtatott, szóval köszönöm szépen. Nem tudom, honnan tudta, hogy pont ezen gondolkoztam, hogy vajon egy emberevő marsi lénye. Na jó, én beengedném, csak egy kérdésem lenne, a metal peak az oké, kell a marson, kompjúter is kell, ezek fontos dolgok, viszont, hogyha ön egy Mikulás, akit mindenki szeret, miért van önnél egy sokkoló? Erre kérem válaszoljon. Új dolog van az újságban. Excess clothing is... De ezeket nem ismerem, ezek a szavakat. Magic and sorcery. Rendőröknek ajándék! Nagyon jó válasz. Demator. Mehet. Nagyon jó. Évi, nagyon szépen köszönöm a rédet. Sziasztok, hogy vagytok? Mi újság? Milyen volt a stream? Mit csináltatok? Szia, pszichó. Kellemes estét és jó szórakozást. Nagyon szépen köszönöm. Jelenleg a Kukoró nevezetű játékkal játszunk. Szerintem az Émi is játszott már ezzel. Én most játszom ezzel először. A chaten tudtok becsatlakozni, és jelenleg egy olyan játékkal játszunk, mert ilyen minigémek vannak a Kukoróban, és jelenleg egy olyannal játszunk, hogy én vagyok egy országnak a főnöke, igazgatója, és én döntök arról, hogy ki jöhet be az országba, és ki nem. És ezzel kapcsolatban így a nézőim próbálnak bejutni, és így a chaten írnak kérelmeket. Hát Darvers 2-t toltuk. Na, én ezt még nem próbáltam, de láttam, hogy nagyon sokan dicsérik. Szia, Somulus! Mi jól vagyunk, köszönjük szépen, minden rendben. Minden újonnan jövőnek, hello, hello. Szóval Pollen a következő, aki egy businessman. Neki is egy seprűje van, egy repülő seprűje. Dentál, tehát ilyen fogorvosi cuccai vannak. Mi ez? Igen, téged is elbírálnak. Azt írja, hogy felkiáltva, hogy Kukoró. Meg majd visszatérünk miattad egy játékra, mert nagyon kíváncsi vagyok, milyen lesz benne. Hát most ki kell várnod a sorod, de nem tudom, mert az a baj, hogy újra meg újra beírják azok az emberek, akik már voltak szerintem. Nem látom, hogy mennyi ember várakozik. Szóval Pollen azt írta, hogy jó napot, bizniszmen lenni Ázsiából. Ha engem kérdez, a legjobb vagyok a szakmámban, és előző szakmám a bohóc, akarom mondani. Író nem jött be, de szerintem sok jót tennék a közösségért. Szép asszony, csókolom a kezét. Aha. Hát igazából nagyon szeretjük a bohócokat, akárki, akármit is mond rájuk. Viszont ez már egy hazugság. Ugyanis ön nem egy bohóc. Ön egy bizniszmen, és nem is részletezte, hogy milyen bizniszmen, és önnél van egy seprű. Egy mágikus seprű, és mágikus tárgyakat nem engedhetünk be. Mátéka. A Máté egy e-sportoló! Mi van? Ez nagyon vicces! Egy tigrises takaró van nála, torott kártya, és egy lifeboat. Én vagyok az alaszkai tenzé, és ha éppen nem e-sportolok, akkor Ercsiben tartózkodok, és mivel a vér kötelez, ketté fejellek, ha nem engedsz be, amúgy meg meleg vagyok, ezen felül elvenném a menstruációs fájdalmakat minden nőtől. Úristen, ez egy érzelmi hullámvasút volt. Igazából kaptam bókot, kaptam ígéretet és fenyegetést is, ez elég nehéz így, de az utolsó mondat az meggyőzött. A ketté fejelés nem annyira, de a bohócaim én úgy gondolom, hogy meg fognak védeni. Az viszont nagyon tetszik, hogy elveszi ön. Na azért a menstruációs fájdalmat, úgyhogy jöhet. Na, következő. Szinti is egy businessman. Kulcsok vannak nála. Kenny Service, Strange City. Miért van nálatok ennyi fecskendő? És macsate. Üdvözletem. Egy befolyásos szégnél dolgozom. Jó összeköttetésekkel, sőt, legálissá tudnám tenni a melegházas... Let's go.
Nem tudom, hogy egy bizniszben hogy csinálja, de jöhet. Alfa Nez. Kennyvel. Kennyvel? Az micsoda? Valami gurmé. Nála is karácsonyi fények vannak. Soldier uniform, katona ruha and flaming sword. Egy tüzes kard. Ú, az egy mágikus tárgy. Ne, Alfa Nez. Üdvözlöm, Európából érkeztem. Karneváli ínyenc vagyok. Úgy tudom, önök szoktak táncolni a finom ételektől, és én... Micsoda? Ja! Ja, hogy finom ételtánc! És én garantálhatom, hogy olyan örömet tudok okozni, hogy mindenki táncolni fog tőle. Szeretnék egy olyan helyet találni, ahol elismerik a tehetségem, és látom a gyönyörű szemeiben, hogy itt jó helyen lehetek. Alfred ezt nagyon szépen megfogalmazta. Nagyon tetszik. Egy kérdésem lenne, hogy mire használja azt az ígő kardot. Ez egy szexírdet is. És így lehet szavazni, Klau, hogyha pekjelt olyan V-t nyomsz, akkor beengednéd. Jó, szöveged írod? De nem tudom, hogy benn vagy-e. Nem tudom, menjem. Ja, tényleg ott vagy! És ha fekjeltőjel get infót írsz, akkor látod... Ja, már meg vagy, jó. Mit írtál fel ez? Nagyon szeretek katonákat, katonának öltözni, úgymond munkaruha. Az égő kard is a produkció része. Aha. Az ételkészítés... Vagy milyen produkció? Az ételkészítéshez kell? Mi tudnál részletezni, hogy mit csinál pontosan ezzel a karddal? Remélem nem léptem ki. Azt a D.O. skint kaptam! Remélem nem lépt... Jó, oké, meg vagyok. Mit nem? Kell egy modi az országban, na. Igen, igen. Ételkészítéshez senkit nem bántok vele, örömet okozok vele csak. Jó, ez tetszik nekem. Szép, szép bók volt. Finom kajával kapcsolatos dolog mindig jöhet. Ajduka! Europe 1994, 30 éves, firefighter, tűzoltó, hearing aid for deafness, toad hair, wand and invisibility cloak. Júj! Oké. Kettő mágikus tárgy is van nála. Ez nem tudom. Jújúj. Jó estét, Marian főasszony! Azért jöttem az országába, hogy ezen nemes szakmát képviseljem, és kéznél legyek, ha egy segítő kézre van szükség. Aha, és ezt megkérdezhetem, hogy miért van önnek kettő mágikus tárgy is? A tűzoltósághoz miért kell egy mágikus... mi ez? Pálca. És egy varangy... haj. Ja, ez egy varangyhaj mágikus pálca, és egy láthatatlanságát tévő köpeny. Miért kell a munkájához? Azt szeretném megkérdezni. Uram, vagy hölgyem? Varázspülca. Este Harry Potter. Vészhelyzetekhez jól jöhet. Sajnálom, de... Ez túl szász volt nekem. Nem kaptam rendes magyarázatot. Újra Patex? De hát önt már egyszer beengedtem. Ez egy másik Patex. Egy impostor. Oceánia 2006. Annyi a foglalkozása, hogy híres. Diamond Jewelry van nála. Cosmetic Products and Phone Case. Oké, ez jó. Ki a óra híres Insta és TikTok celeb vagyok Új-Zélandban. Főbb tevékenységem a szörfözés és minden, ami beach. Több millió követővel. Olvastam, hogy az ön országában tökéletes tengerpartok vannak, ami tökéletes az én tevékenységemnek. Belépésért cserébe csinálnék turisztikai reklámkampányt, úgy gondolom, ez egy win-win situ mindkettőnknek. Kla ora, híres Insta és TikTok celeb vagyok. Ja, ezt kétszer kezdte el szerintem a Patex. Nem baj, értettem. Imádom Patex a teleírásaidat, nagyon-nagyon tetszik. Jó, ez nagyon tetszik. Nekem 2006-ban született, fiatal, nincsen nála semmi száz tárgy, és népszerűsíti az országomat. Jöhet, nincs semmi kérdésem. Foxot miért bannoltuk ki, amúgy balul láttam a csetem.
ezt megvárom, mielőtt felolvasom, hogy Balú, az véletlen volt? Ja, jó, oké. Okay. Szóval megint itt van Fox. Igen, aki volt egyszer, az ne jöjjön még egyszer, hogy ugye tudjunk menni újra. Na, azt mondja, a Fox előbb rosszul, rövid kiejtéssel mondani, élenni először bohóc. Ja, Foxot utasítottuk el, sajnálom, de ha egyszer elutasítottunk valakit, akkor nem jöhet vissza újra. Tiger! Na, festő! Nanobotok vannak nála, Balvit Drum Face and Teaser. Ú, nála is van sokkoló. Tiger, miért szeretne az országomba bejutni? Méri királynő, festőművészként elmesélnék minden kalandot, míg hőstetteid örökítik meg. Klaus hercegnét is megörökíteném a hálót falára aranykeretben. Gyere! Meg se kérdezem a sokkolót. Balos, ő is volt már, nem? Egy halász, van nála egy tablet, patkányok, és valami óra. Készcsók! Micsoda? Kakukkos óra. Készcsók, halász vagyok. Samoából jöttem muffin és szivárvány halakat horgászni, amik csak az ön országában vannak jelen. Na meg a legszexisebb pasikat. Oké, de ezek eléggé ilyen öncélú dolgok. Mi az, amit ön az országunknak tud adni? Amiből az ország is kamatozik. Pallos nagyon átgondolja. Halakat eladom, drágám. Menni csak neked. És ha nekem adja az összes pénzt, ön miből él? Mert hát... Ja, tényleg ő a halaimból. De hát azokat mind nekem majd eladja. És én kapom a pénzt. Valami itt nem oké. Nekem az jó reggel, este, vacsorára. Ja, értem, hogy azt eszi. Jó. Tetszik nekem ez. Itt van az én kis husikám. Na nézzük, egy szobrász. Van nála egy karkötő, amin van egy lámpa, ektoplazma detektor, és gimmicked card. Az mi ez a gimmicked card? Szíjus marcsikám, én egy izlandi szobrász vagyok, te vagy a múzsám, minden szobrom rólad mintáztam. A munkáim csodás díszei lennének birodalmadnak, illetve egy napon elvinnélek téged Izlandra, ahol együtt megcsodálnánk a sarki fényt. Oh! Hát nem tudom, ezek a szobrok már elkészültek? De írni kell! Ezek a szobrok már elkészült. Mennyi ilyen szobor van? Sok! Ilyen feje van most. Jó, jó, gyere, gyere! Nagyon tetszett az írásod, ügyes vagy. Van még olyan, aki nem volt és sorban áll? Ó, egy tündérkeresztanya! Handcuffs, pork and tablet. Szia, én vagyok a meleg tündérkeresztanyád. Azért jöttem, hogy teljesítsem a kívánságaidat, viszont ehhez be kell engedned az országodba, mivel csak így működnek a gay tündéri erőim. Aha. És hogy lehet, hogy ön egy kender? Egy tündér keresztanya, de nincs magánál semmi mágikus tárgy, aminek én örülök, de hogy lehetséges ez? Szia, Eszter, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 19. hónapot, azt a mindenit. Köszönöm, hogy szólsz a támogatási időn. Bilincs az mágikus. Na, Mark? Sertés? Gondoljunk a vallásokra! Hát na jó, hát ő majd megeszi magába a sertését. Maga. Hát én ilyen modern vagyok, hogy tablettel varázsolok. Jó, tetszik, jöhet. Demator már volt kétszer, azt hiszem, úgyhogy őt elutasítjuk. Bocsi, mert haladni szeretnék, aki már volt. Jó, ki még nem volt, ugye? Insurance Salesman. Ó, ez a heki. Biztosításokat ár. Aj, bocsánat, Demator, ne haragudj, bocsi. Alaszkából jött.
Kedves úrnő, ne ítéljen el, de a biztosítási csalások miatt kialakult egy fétisem a börtönökre. Minden ország rideg börtönét megjártam már, és az... És a Muffin börtön az utolsó hely a bakancslistámon. Kérem, verje rám a bi... Ja, nem tudom, én pont most adottam született. Verje rám a bilincset. De miért van magánál egy bomba? Azt megkérdezhetem. Luca jött és ment. Ez mit? Megkérdezhetem, hogy miért van önnél egy bomba? Nekem tetszik ez a fétis, szívesen beengedném, csak ez kicsit is szemen szúrt. Adjuk meg neki a bőrit. Ja, itt be tudom zárni. Tényleg. Tessék. Ezt még meg se csináltam egyszer se. Elviszi a rendőr. Box már megint jön! Nem bírni vele! Nem bírja elfogadni a vereséget. Azt biztosítéknak hoztam, hogyha nem vett börtönbe, akkor bombával kirobbantom az X-et a helyére. Na jó, srácok, ez nagyon jó volt. És akkor most hogy tudunk kilépni? A főmenübe. Vagy hogy van vége? Vagy nincsen valami ilyesmi, hogy felrobbant az országon, mert kiket engedtem be? Hogy lehet ezt így lezárni? Nincsen valami ilyen... Ez egy frissítés? Luca meglátta, hogy na, az előtte lévő, és inkább azt mondta, köszönöm. Vekna, vagy micsoda? Na, most mit kell csinálni, azt tudja valaki? Jaj, azt hittem, hogy lesz, ami kiírja, hogy te országot kudarcba fulladt, mert túl sokan voltak, akik nem voltak mágikus tárgyak, vagy ilyesmi. Escape! Na jó, ez extra vicces volt. Ez nagyon jó volt, ez nektek is tetszett. Mármint ez a minigame, ez az adott. Ez nagyon vicces volt. C4 a bomba, ja. Nagyon.